Jó estét kívánok! Kedves nézőink, a Pécs ma rövid tartalma a következő. A független cigánykör tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt. Egy általános iskola új létesítményeit mutatjuk be. A postai szolgáltatás kérdése és a levegőszennyezettség problémája is felmerült. Építészet, lakáskultúra, pályázatok eredményhirdetése, és végül két kiállításra is ellátogathatunk. A független cigánykör ma délelőtt tartott sajtótájékoztatójáról tudósít munkatársunk. A Független Cigány Szövetség Baranya megyei szervezete kisebbség önkormányzati jelölteket állított, amelyik feladatára tűzte ki Pécs városunkban lakó, 10 000 lakósú cigány helyzetének javítása érdekében. A törvény által biztosított lehetőségek nagyon szükesnek találjuk, ezért úgy gondoltuk, hogy a városi önkormányzatban egy cigány válságkezelési kezelő csoportot hoznánk létre, amely 13-15 főből állna, ez az összes pécsi cigány szervezetekből, legalábbis a vezetőjükből tevődne össze, és külső szakemberek bevonásával próbálnak a cigányság helyzetét felmérni. Engedjék, hogy bemutassam Ignác Máriát, egyik jelöltünk, Kalányos György, Orsós József, és jó magam Kalányos Ferenc, Győri Imre. Pécs városomban működik egy roma MSZP tagozata, amely közel 50 fővel működik itt Pécset. A központja Németh László utca 16-ban, amelynek jó magam vagyok a titkára, és én úgy gondoltam, hogy a választások időszakában kutyakötelességünkre vettük azt, hogy egymást, azzal, mint párttagok, a párt jelöltjeit támogassunk. Új létesítményekkel gazdagodott a Szabolcsi Általános Iskola. Ezeket adták át ma délelőtt ünnepélyes keretek között. Befejeződött két tanvarroda, két tanítkező virágkötészeti helység kialakítása, az iskolában terménytároló és garázs, a tankertben pedig acélvázas fóliasátrak épültek. Akárhogy is szépítjük, egy peremkerületi iskola, hogyan sikerül mégis ilyen szédületes fejlődést diktálni ennek az iskolának az utóbbi években? A tantestület 1991-ben döntötte el, hogy beindítjuk ebbe az iskolába a 2 éves mezőgazdasági gazdaasszonyképzést. Az iskola tudta, hogy ehhez ebben az átmeneti társadalomban komoly anyagi támogatása nem számíthat. A saját erejére van utalva. Évente több pályázatot írunk, ezeket a pályázatokat általában megnyertük, 1 millió, 1,5 millió forintos pályadíjakat nyertünk, igen széles támogatói kört vontunk az iskola körül különféle vállalatokkal, gazdaságokkal, és ezek szponzori támogatást adnak szakképzési támogatás keretében az iskolának. Ezekből a pénzekből tudtunk végül is előrelépni, és ennek az eredménye többek között ez a mai 6 létesítmény átadás is. Ennek a speciális képzési formának úgy tudom, hogy vannak némi ellentmondásai is. Hogyan sikerül ezeket feloldani? Hát az ellentmondás lényege annyi, hogy végül is a közoktatási törvény 16 éves korban szabja meg a tankötelezettségi korhatárt. A középfokú oktatási intézmények nem tudják fölvenni az összes általános iskolát végzett tanulót, és hát különösen nem veszik föl azokat, akiknek mondjuk a tantárgyi eredménye gyengébb. Ugyanakkor ezekben a gyerekekben is vannak értékek, amiket felszínre lehet hozni, és én nagyon örülök annak, hogy ez az iskola ezt a dolgot felvállalta, mert 3 év alatt bebizonyosodott az, hogy igen nagy társadalmi érdeklődés van iránta. Az az ellentmondás ebbe, hogy nyugati tantervek alapján dolgozunk, tehát amit egy osztrák gazdaasszony képzőbe egy minőségi gyereknek produkálni kell, azt Magyarországon egy gyengébb képességű gyereknek kell produkálni. Ez rendkívül nagy feladatra elé állítja az iskolavezetést, a szakoktatókat, a tanárokat, de én úgy érzem, hogy ennek a feladatnak a munkatársaim kiválóan meg tudtak felelni. A főposta hivatalvezetőjével beszélgettünk a posta ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
A postai ügyeket kell intéznünk a főpostánál, igen, gyakran előfordul az, hogy hosszú sorokat kell végigállnunk. Hogyan lehetne ezt a kérdést orvosolni? Lehet, hogy időnként a sorban állás nagyobb volumenben jelentkezik, azonban gyakorlati tapasztalatunk az, hogy ez nem rendszeres, nem állandó, hanem időszakonként jelentkező. Egyrészt hónapon belül, általában a hó első 10 napja forgalmas, a bérfizetéseket követő befizetések, egyéb postai dolgok intézése jelentkezik nálunk nagyobb volumenben. Másrészt pedig napszakon belül is eltérő a forgalom, főként délután, amikor a nagyvállalati feladások történnek, amikor a lakosság a munkahely után postai ügyeit intézni tudja, ilyenkor van erősebb forgalmunk. A nálunk előforduló sorbaállások egy jelentős százalékát sajnos azt teszi ki, hogy a küldemények kézbesítése során meg nem talált címzettek értesítőt kapnak. Ezzel az értesítővel jelentkezhetnek a postahivatalban a küldemény átvitelére, és ezek az lakossági jelentkezések rendszerint a délután 4 óra, 5 óra körüli időpontban fordulnak elő, és ezeken a helyeken ilyenkor sajnos van sorban állás. Mit várhatunk? Milyen megoldásokra gondol a posta? Hát tulajdonképpen, ahogy én az előbb említettem, a falakat kitolni nem tudjuk. Tehát a hivatal nagyságrendjén változtatni nem tudunk. Itt esetleg segíthetne olyan dolog, az említetteken, korábbiakban említetteken kívül, hogy további postahivatalok épüljenek esetleg, mégpedig nem is arról van elsődlegesen szó, hogy új posta létesüljön, hanem a forgalomhoz igazodó nagyságrendű postahivatal épüljön, hiszen azok, amelyeket az előbbiekben említettem, nagyságrendjükben már nem felelnek meg. Ettől várható lenne esetleg, hogy egy korszerűbb, megfelelő befogadó képességű felvői hivatal a mi forgalmunkat valamilyen formában le tudná szívni, és nálunk nem jelentkezne. De sajnos a ugyancsak említett körülménnyel szemben tehetetlenek vagyunk, hogy a lakosság előszeretettel veszi ezt a postát igénybe, hiszen központi helyen fekszik, ahol a lakosságnak jelentős része megfordul. Reális várakozásnak ígérkezik az, hogy egy újabb hivatal megnyíljon, vagy a környékbeli kisebb hivatalok kibővüljenek? Információm van arról, hogy tárgyalások folynak a Buzatéren lévő 3-es számú postahivatal, új postahivatal építésére, de erre konkrétumot sajnos nem tudok mondani. Az évek óta húzódó téma, helyileg is ott lenne a környékén, valahol a Buzatéren lévő szabad építési területeken helyezkedne el. Ez nyilvánvalóan segítene a gondok megoldásában. Ha a környezetvédelemről beszélünk, nem mehetünk el szótlanul a levegő állapota mellett sem. Mindannyian tudjuk, hogy Pécset igen sok kritikus hely van levegőszennyezettségét tekintve. Azt azonban nem is gondolnánk, mennyire súlyos a helyzet. Azt hiszem, senkinek nem árulunk el titkot azzal, hogyha itt Pécset levegőszennyezettségi felmérést készítenénk, akkor igen lehangoló eredményt kapnánk. Létezik-e itt Pécset valamiféle hivatalos mérőállomás, ahol ezeket a munkálatokat elvégzik? Hogyne létezik. Van egy régi mérőszolgálatunk, kihelyezett állomásaink vannak a város számos pontján és a megye számos pontján, ahol régi bevált módszerekkel mérünk. Ennek az a hátránya, hogy itt mindig visszafelé tudjuk meg, hogy milyen volt a légszennyeződés. De van egy új lehetőségünk. Most már összességében 6 mérőállomás, automata mérőállomás dolgozik a megyében, amelyik percre, sőt, ha szükséges, rövidebb időre is azonnali jelzéseket ad a levegő állapotáról. Tehát lehetővé vált az, hogy a jelenlegi helyzet ismeretében tegye meg a város, illetve a megye felelős vezetése szükséges lépéseket. Kideríthető az, hogy túlnyomó részt milyen jellegű szennyezettségű a levegő? A levegőben szálló por tekintetében állunk legrosszabban. Itt a szabványban megadott határérték fölött van rendszeresen a levegő porszennyezése.
Másik szennyező anyag az a kén-dioxid szennyezés. Ebből sajnos időnként szintén a határérték feletti értékeket mérünk. De alkalomszerűen egyéb szennyezőkből is, például ózonból is magas értékeket találunk. Mit tehet a környezetvédelmi felügyelőség, vagy akár az ANTS akkor, hogyha kiderül mondjuk egy vállalatról, hogy nagy mértékben szennyez a levegőt, és igen káros az egészségre? Az ANTS közvetlenül az emberek egészségéért felelős. Tehát, ha olyan fokú szennyezettséget találunk, ami hirtelen heveny megbetegedést, rosszul létet okozhat, és tudjuk, hogy az honnan származik, akkor a légszennyező forrást akár be is záradhatjuk az egészségkárosodás megelőzésére. Van-e arról valamiféle statisztika, hogy a városnak mely részei azok, amelyek különösen érintettek? Hát ez egy huncut kérdés, de maga most itt ül a legszennyezettebb részen. Valamilyen oknál fogva az ANTS megyei intézetét a legszennyezettebb és legzajosabb városrészre telepítették, tehát többnyire itt, aztán a Légszerzgyár utcánál, aztán az alagút közelében szoktuk a legszennyezettebb értékeket mérni. Nem lehetne valahogy kiegyensúlyozni ezeket a helyzeteket, nem lehetne csökkenteni mondjuk itt is a szennyezettséget valamilyen módon? Szükségünk van külső segítségre. Ez is megvan norvég kormány támogatással. Itt azon munkálkodunk, hogy egy olyan modell álljon rendelkezésre, számítógépes modell, amiből meg tudjuk mondani, hogy milyen intézkedéssel, milyen javulást lehet elérni. És van egy akut feladatunk, ez az úgynevezett smogriadó rendszer. Itt arról van szó, ha az egészségre veszélyes koncentrációt elér a levegő szennyezettsége, az minket riadóztat éjjel-nappal, ezt mi közöljük a város vezetésével, és a város önkormányzatának feladata, hogy egy elkészített riadóterv alapján a szükséges intézkedéseket megtegye, például a hőerőmű szennyezőanyag kibocsátását csökkentse, például letiltsa a gépjárműforgalmat a város egy részében, vagy más hasonló intézkedést tegyen. Kedden délelőtt a Megyeházán hirdették ki a kulturál települési környezetért az év lakóháza és az építészeti kultúráért című pályázatok eredményét. Mit jelent konkrétan ez a három cím, hogy kulturál települési környezetért, az év lakóháza és az építészeti kultúráért? Három pályázatnak a címe hangzott el. Az első a kulturál települési környezetért a megyei önkormányzat által a községek, illetve városok, tulajdonképpen települések vagy település részek számára kiírt pályázatról van szó. A második, amit említett, az év lakóháza. Ez már több mint 10 éve egy országos pályázatként indult, de minden megyében tulajdonképpen egy ilyen elő pályázatként évek óta folyamatban van. A nevében van benne. Minden újonnan megépült lakóházzal lehet pályázni. Az építészeti kultúráért című pályázat, ez, ahogy elhangzott itt Szűcs József elnök úr megnyitó beszédében, illetve hát a díjátadásot felvezető beszédében, ez egyedülálló az országban. Mindazon épületekkel lehet pályázni ezen, amely nem lakóház. Kik bírálják a pályamunkákat? A pályázatok elbírálására egy szakemberekből álló zsűrit kér föl a közgyűlés. Ez a építészkamarától kezdve az urbanisztikai társaságig mindazok a szervezetek, akik szakmailag az építészettel foglalkoznak. Mennyire mondható sikeresnek az idei pályázat? Én azt hiszem, mindenképpen sikeresnek kell mondanunk egy olyan pályázatot, amelynek az eredmény hirdetése ezt a képet mutatja, ami itt látható a falon, és ahol ennyi dicséretet osztottak ki, mint ma. Ezeknek a résztvevőknek a száma évenként változó.
December 1-től Vasarely kiállítás látható a Hungária utcai Gyöngyszem galériában. A tárlat a francia intézet támogatásával jött létre, s a kiállított nyomatok a helyszínen megvásárolhatók. Még mindig képzőművészet. Szikora Tamás festőművész kiállítását nyitották meg hétfőn este a Művészetek Házában. Szikora Tamás 1943-ban született Nyíregyházán, s míg dobozfestményeivel berendezhette a párizsi Cité des Arts fehérre festett műtermének falait, hosszú utat kellett megtennie nem csak időben, de térben is. A művész 6 évet töltött Leningrádban, ahonnan 1968-ban mérnökként jött haza. És életét másodszor kezdte el, ismét a nulláról indulva, mikor már nem egészen fiatalon, 1970-ben beiratkozott a Magyar Képzőművészeti Főiskolára Budapesten. 6 évvel később, 1976-ban kapta meg a festőszak diplomáját, és azóta alakítja hallatlan következetességgel, célratöréssel a maga egyéni látásmódját, a maga által behatárolt univerzumot. A kiállítás megtekinthető 1994. november 28-ától december 31-ig a Művészetek Háza galériájában. És végül sport következik. Az ifjúsági mérkőzésre látogattunk ki, amelyek a nagyok párharcát előzte meg ma a pécsi városi sportcsarnokban. Itt a pécsi NSC támad, az Ózdi Ruhász az ellenfél, és hát a pécsiek nagyon hamar bebizonyították, hogy ők a jobbak ezen a mérkőzésen. Olyannyira nem volt a két csapat paritásban, hogy az első perctől kezdve vezettek a pécsiek, és szinte esélyt sem adtak a vendég csapatnak, mint az látható, az elején 3-6 volt az eredmény. Az Ózdiak ugyan dobogattak gólokat, de mint az így hetesből is látható, de nagyon kevés számút ahhoz, hogy akár csak megszorítani is tudják a pécsieket, akik a fél időben már 20 hétre vezettek. A fordulás után az Ózdiak egy kicsit beleerősítettek, de az érzésem, hogy egy kicsit nagyon-nagyon későn, hiszen a fél idei eredmény is már sejtetni engedte, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy arányú gólkülönbségű győzelem lesz a pécsieknek, és egy elég sima meccs. A pécsiek szünet után ilyen szép gólokkal vétették, hiszen magukat egy kicsit elszürkült a játék. Aztán itt ez már nagyon a vége felé jár, egy gyönyörű ilyen bevetődéses gólszerzés. Ezután, a mérkőzés után került egyébként megrendezésre a nagyobb párharca is, amiről sajnos most még nem tudunk beszámolni, mert ez a műsorunk után ér véget, ahol egy kicsit nehezebb dolga lesz valószínűleg a pécsieknek, mert az Ózd sokkal jobban áll, viszont az ifjúságiak nagyon-nagyon nagy arányú gólkülönbséget arattak, mint azt már mondtam is az előbb. Ezek itt az utolsó gólok. El kell azt mondjam egyébként, hogy a Pécs ifjú gárdája egyébként nagyon-nagyon jól szerepel az ifjúsági bajnokságban. Ez a vége, és hát azt hiszem, hogy nem lehetett kétséges az első perctől is, hogy ki lesz a győztes. A Független Cigánykör sajtótájékoztatója, a Szabolcsi Általános Iskola új létesítményeinek átadása, a postai szolgáltatás kérdése, a levegőszennyezettség problémája, építészet és lakáskultúra pályázatok eredményhirdetése, két kiállítás és végül sport. Ezek voltak a Pécs ma mai témái. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!